Népdallal folytatjuk a döntőt, méghozzá Gurmai István fog fellépni, és van egy segítő társa is, aki citerázni fog neki, őt Molnár Sándornak hívják. Gurmai István kisgyermek kora óta a zene és az éneklés rabja, minden műfajban otthonban, azt mondja, 6 éve a Körös Ladányi Fülemüle népdalkör tagja. Társaival számtalan fesztivál és verseny résztvevője volt. Arany kiemelt arany és nívódíj tulajdonosa. A Vas Lajos Kárpát-medencei döntőn pedig kiemelt aranyminősítést kapott. Szólóének versenyen csak kisgyermekkorában indult. Itt most azt szeretné megmutatni, hogy szunnyadó tehetség felnőtt korban is van, óriási erőfeszítések árán, de elő lehet magunkból varázsolni kellő kitartás, alázat és lelkesedés mellett a tehetséget. Fogadják tehát nagy szeretettel Gurmai István produkcióját, akit Molnár Sándor citerán kísér. A ladányi, torony tetejében ül egy halló tiszta feketében. Az a halló sejhaj babám minket gyászol, el akarnak, de nem tudnak tiltani egymástól. A ladányi falu végen áll egy kis angyalom, te jutsz az eszembe. Valahányszor arra megyek el előtte, mint annyiszor kis angyalom, te jutsz az eszembe. Esik az eső, hull a villám rakásra. Babám olyan nagyon, nem ütik a betyárt agyon. Ne sírj babám olyan nagyon, nem ütik a betyárt.